Rick Joyner vagyok, és felkértek, hogy osszak meg veletek egy természetfeletti átélésemet. A természetfeletti mindig is az életem nagyon fontos része volt. Fiatal keresztény koromban, amikor elolvastam a Bibliában található összes természetfeletti megtapasztalást, imádkoztam, hogy azok velem is történjenek meg. Nem láttam sehol, ahol azt írták volna, hogy ez nem lehetséges. Évek teltek el, de továbbra is imádkoztam, amikor egyszeriben elkezdtek velem megtörténni. Az egyik kedvencem volt az, amelyik akkor történt, amikor a tengerparti házunkban voltam, és megbetegedtem. Mondhatod, hogy ez nem egy pozitív megvallás. Nos, teljesen pozitív vagyok a felől, hogy beteg voltam. Valójában olyan rosszul voltam, hogy ki sem bírtam kelni az ágyból. Egyedül voltam ott. Viszont minden nap volt néhány olyan dolog, amiről a szentírás azt mondja, hogy örömet szerez az úrnak. És arra lettünk teremtve, hogy örömet szerezzünk neki. Szóval ezeket a dolgokat igyekszem minden nap csinálni, de olyan rosszul voltam, mintha nem is bírtam volna gondolkodni sem. Megtettem a tőlem telhetőt, és végül azt mondtam, Uram, ez a legjobb, amit ma tehetek. Nagyon rosszul érzem magam, kérlek, gyógyíts meg, hogy többet tehessek érted. Másnap reggelre teljesen gyógyultan ébredtem. Nyolc körülre a hegyekbe kellett érnem. Hat vagy hét órás autóútra volt tőlünk a tengerparton az, ahová mennem kellett. Vezettem és eljutottam a hegyekben oda, ahol egy szemináriumot tartottunk, ahol én prédikáltam. Elmentem aludni, és ahogy lefeküdtem, a mennyben találtam magam. Számos mennyei átélésem volt már, mindegyik más, egyedi volt. Úgy hiszem, a menny földrajza sokkal változatosabb, mint a földé. Isten teremtő, és tudjuk, hogy az egész fizikai világ csupán árnyék a mennyei birodalomhoz képest. De ez a hely volt a mennyország legjobb része, ahol valaha is voltam. És szó szerint tudom, hogy amikor lefeküdtem aludni abban a reményben, hogy szúnyókálhatok. Nyolc órát aludtam földi idő szerint, de sokkal hosszabb időnek tűnt a mennyei birodalomban. A legjobban úgy tudnám leírni, hogy milyen is volt, amit láttam, hogy olyan volt, mint egy bevásárlóközpont. Leginkább ehhez tudnám hasonlítani. De nem üzletek voltak, ahol az emberek bármit is el akarnának adni, hanem minden kiszolgáló egység, a legjobb vendéglátást nyújtotta, hogy megáldja azokat, akik bejönnek és megnézik őket. Ez olyan, mintha a legjobbat adnád, és mindenki ezt csinálta ebben a bevásárlóközpontban. Ez egy olyan hely volt, ahol adtál, de nem eladtál dolgokat, hanem adtál. Mindenki a legjobbat próbálta nyújtani, a lehető legjobb szolgáltatást biztosítani. Valóságos közösségben volt mindenki egymással. hiszen, hogy ez egy ízelítő volt a koinónia közösségből. A koinónia görög szó, amelyet gyakran fordítunk úgy, hogy közösség, de úgy is, hogy gyülekezet. Szerintem ez olyasmi, amit sok keresztény nagyon ritkán tapasztalt még meg. A gyülekezetek nagy része az ekléziára épült, amely egy másik görög szó a gyülekezetre. Az eklézia az egyház formájáról és kormányzatáról vagy vezetéséről beszél. De én úgy gondolom, hogy nincs addig szükségünk ekléziára, amíg nincs koinónia, az az igazi közösség. Isten gyülekezeteinek először családnak kellene lenniük, és nem egy szervezetnek. Szükség van a szervezettségre is, de először és elsősorban családra van szükségünk az összetartozásra, a koinónia közösségre, ami annyira fontos. Az egyános egy hét azt mondja, ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással. Itt az a szó, hogy közösség a koinónia. Ha pedig közösségben vagyunk egymással, úgy folytatódik az ige, hogy akkor Jézusnak, Isten fiának a vére, vagyis áldozati halála, megtisztít és tisztán tart bennünket minden bűntől. Nem azt mondja az írás, hogy ha világosságban maradunk, ahogyan ő a világosságban van, akkor van ekléziánk. Nem. Azt mondja, hogy akkor koinóniánk van. Van valami ebben az összetartozásban, közösségben. Tudod, az első dolog, amit Isten mondott, hogy nem volt jó a teremtésben, hogy nem jó az embernek, Egyedül lennie. A magányosság nem jó. Nemrég láttam, hogy a fősebészünk a magány csapásaival szembesül. Hányan azok közül, akik ezeket a tömeggyilkosságokat elkövetik, mindannyian magányos emberek, akik egyedül vannak. Nálunk pont az ellentétek kell, hogy legyen. Krisztus testének, a Krisztusban való közösségüknek kellene lennie, az Úrral és egymással. Azt mondta, ha fényben maradunk, akkor. Most megvan a koinónia. Ez egy összetartozás. A koinónia több, mint pusztán a doktrina vagy a célkitűzések egysége. Sokkal inkább olyan, mint egy családi közösség, azonban még annál is erősebb, mint amilyen egy emberi család lehet. Olyannyira erős, mint az a testrész, amelyiket leválasztják a testről, az elhal. És mégis hol látható ez ma? Azt hiszem, csak három helyen tapasztaltam, vagy találtam ilyet. Bejár a földet, sok gyülekezetben és mozgalomban voltam már. De minden a szervezetről, a küldetésről szól, minden mást fontosnak vélnek. Azonban nem találunk egymáshoz kötődő, természetfeletti közösséget, mint amilyen ebben a mennyei bevásárlóközpontban volt. És voltam már a mennyországban, sokkal pompásabb, dicsőségteljesebb, látványos helyeken de soha nem volt olyan jó érzés, mint itt, mert itt mindenki annyira szerette egymást. Nos, az első dolog, amit az Úr mondott, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, az embernek akkoriban volt Istene, de nyilvánvalóan Isten úgy teremtette meg az embert, hogy többre legyen szüksége annál, hogy csupán Istene legyen. Legelőször is, és a legjobban ő rá van szükségünk, és mindenek előtt a vele való közösségre. De úgy alkotott meg bennünket, hogy egymásra is szükségünk legyen. Amikor olyan módon átéled ezt, mint ahogy én is átéltem, azt éreztem, hogy soha nem akarok onnan elmenni. Annyira csodálatos volt. Találkozol valakivel, és olyan, mintha azonnal megismernéd, mintha ahhoz képest még soha senkit nem ismertél volna eddig. Szellemben is kommunikáltunk egymással. Itt a gyülekezeti életünkben is így kellene ezt megélnünk. Ezután, az élmény után, ami sokáig tartott, az Úr jött hozzám is, azt mondta, most azt akarom, hogy egyedül éld át, és tapasztald meg ugyanazt a helyet. Arra gondoltam, oké, okay, nem gond, azonnal egyedül lettem. Az Úr sem volt ott, és egyetlen ember sem. Ugyanott voltam, de őszintén szólva pokoli érzés volt. Nagyon gyorsan ki akartam onnan jönni, és akkor az Úr visszatért, és azt mondta, csak meg akartam mutatni neked, hogy milyen érzés. Azt akarom, hogy vidd magaddal a Földre mindazt, amit itt megtapasztaltál. Ez épp az ellentéte annak, ami a valóságban ott van. Isten szeretete az, amely az ő népében és népén keresztül egymás felé árad, és mindazokhoz, akiknek ilyen rendkívül nagy szüksége van arra, hogy megérintse őket Isten szeretete. Aztán az Úr mondott valamit, ami nagyon megtöbbentett. Azt kérdezte, tudod, hogy kerültél ide? Nem tudtam. Azt válaszoltam, uram, nem gondolnám, hogy bármit is tettem, hogy ide kerüljek. Te voltál, aki elragadtál engem a menybe. Azt felelte, nem. Te voltál, aki ide jutottál, méghozzá úgy, hogy az örök öröm kulcsát használtad. Erre én, uram, mikor tettem ezt? Azt mondta, tegnap, amikor annyira beteg voltál, hogy gondolkodni is alig bírtál. Mégis keményen küzdöttél minden fájdalmad ellenére, hogy atyádnak örömet okoz. Azt mondta, az Úr öröme a te erőd, nem a te saját örömöd. Amikor arra figyelsz, hogy neki örömöt okoz, az örök öröm kulcsát használod. Isten az örömére teremtett minket, arra, hogy gyönyörködjön bennünk. Az kellene, hogy domináljon bennünk. Hogyan szerezhetünk örömet ma mennyei apukánknak? Mit tehetünk, ami kedves a számára? Ez kell, hogy átítassa az életünket. És az egyik dolog, ahogy tudom, milyen apának is lenni. A legjobban értékelem azokat, akik vigyáznak a gyerekeimre, segítenek a gyerekeimnek akármiben is. Tudom, hogy amikor a gyerekeim veszekedtek egymással, az volt a legszörnyűbb élmény számomra szülőnek. Szerencsére a gyerekeim nagyon közel állnak egymáshoz, és nagyon ritkán veszekednek, de előfordult ilyen a múltban. Most viszont, amikor látom őket, az egymás iránti szeretetükben és közösségükben, ez az, ami számomra a legnagyobb örömet okozza, amit szülőként és apaként tapasztalok. És ezt megteheted mennyei atyádért. Megérintheted a mennyei atyád, és örömet szerezhetsz neki. Végezd el azt a kutatást, amit én végeztem arról, hogy mivel szerezhetünk neki örömet. Ez Isten szeretete és egymás szeretete. Ez a vele és az egymással való közösségről szól. Nem lehet helyesen a fejhez kapcsolódni, anélkül, hogy koinóniában ne kapcsolódnánk helyesen a testéhez. A koinónia közösség az, amelynek irányába kell tartani a gyülekezetnek. Szerinted messze vagyunk ettől? Nem is lehetne rosszabb egyetértek. Ilyenkor van az, hogy csak Isten képes a legjobban megtenni azt, amitől valószínűleg a legtávolabbi helyen vagyunk. Tehát kezd el keresni Szent Szellemet, hogy elvégezze a legnagyobb munkáját bennünk, és használjon minket, hogy elhozzuk azt, amire ennek a világnak a legnagyobb szüksége van. Köszönöm.